Az alapozás és a korrekció után következhet az árnyékolás, melynek lényege, hogy kiemeli előnyös vonásainkat és szépé formázza, amelyeket nem szeretünk. Ezt nevezem én a sminkelésben a szobrászatnak, vagy mini plasztikai sebészetnek. Az árnyékoló színét úgy válasszuk meg, hogy a bőrszínénél jóval melegebb és sötétbarna legyen. Felvitelénél ügyeljünk arra, hogy fokozatosan, többször kevesebb kerüljön fel. Különben könnyen foltos lehet tőle a bőr. Én most csak azért teszem ilyen erősen, hogy jól látszódjanak azok a területek, ahol általánosságban igény keletkezik a formázásra. Egyébként ennél enyhébben érdemes árnyalni. Mindig vegyünk a kézfejünkre egy keveset, és onnan apránként adagolva tegyük a kívánt helyre. Az árnyékolás nagyon hasznos technika. Kisebb lehet a homlokunk, vékonyíthatjuk az orrunkat, csontosíthatjuk az arcunkat, vékonyíthatjuk az arcélünket és az állkapott csontot, illetve a tokát is elhalványíthatjuk bele. Végezetül púderrel fixáljuk az elkészült művet.